Ünnepel idén a Nemzeti Vágta, hiszen 15. alkalommal rendezik meg a versenyt a Hősök terén. Évek óta már azt is megszokhattuk, hogy az Elővágták sorozata vezeti fel a budapesti nagydöntőt. Ebben az évben 4 külhoni és 9 anyaországi településen rendeznek elővágtát, a legjobbak pedig ott lehetnek október elején a Hősök terén. Száguldó lovasok a budapesti Hősök terén, huszárok, több ezer néző, fergeteges hangulat. Ilyen volt tavaly a Nemzeti Vágta befutója. Nemzeti Vágta győztese, Szabadka! Tavaly Szabadka lovasa Szabó Nikolett győzött Pipacs nyergében. A fiatal versenyző idén címvédésre készül. Pipacssal fogok indulni, akivel tavaly mentem, és címvédésre készülünk. Ez a legnagyobb álmom, hogy még duplázunk is, így az első győzelem után. Idén 15. alkalommal rendezik meg a határokon átívelő lovasversenyt, amelynek döntője ismét a Hősök terén lesz. Addig 13 helyszínen rendeznek előfutamokat, augusztusban például Abonyban is rajthoz állnak a versenyzők. A település most először ad otthont elővágtának. Bízunk abban, hogy ez a Nemzeti Vágta összekapcsolódva a Tarkaborjú Fesztivállal, amit mellé kísérő programként szervezünk, egy olyan nagyszerű lehetőség, nagyszerű rendezvény lesz, amelyre nagyon sok ezre kilátogatnak majd Abonyban. A történelmi hangulatú eseményt és hagyományőrző fesztivált 2008-ban rendezték meg először. Azóta több mint 350 lovas indult a Vágta Vándor díjáért, egy 1848-as huszárszabjáért, és ez idén sem lesz másként. 60 település lesz a Nemzeti Vágtán, 25 darab kishuszár a kishuszárvágtán, 12 darab ország jön, és még kérdés, hogy milyen országok, de lesznek új távoli országok. A nemzetközi futamban lesz fogatvágta, jótékonysági sztárfutam, méneshajtás, olyan programok, amik izgalmassá teszik majd a rendezvényt. A kétnapos budapesti vágtán a verseny mellett több hagyományőrző lovas produkcióval is készülnek a szervezők a jubileum alkalmából. A megnyitón például nemzeti színekbe öltözött gyerekek járják be Lóháton a Hősök terét. 150 gyermeket, fiatal lovast verbúváltunk össze a lovasiskolákban, a lovasiskolák legjobb lovasai, hogy egyrészt ők kapjanak élményt, hogy itt ezen a pályán bemutatkozhatnak, másrészt pedig a fiataloknak helyezzék a látképükbe a lovasportot, hogy minél többen kezdjék el ezt művelni, és nyilván egy ilyen rendezvény erre maximálisan helyet biztosít. A héten már el is kezdődnek az elővágták. A szabadkai pályán most még a nézőteret tisztítják, a következő napokban pedig a pályát is kijelölik. Május 28-án szombaton megtartják az első versenyt. Az elővágta sorozat aztán szeptemberben a Vihar-Sarki vágtával zárul. A döntő október 1-én és 2-án lesz Budapesten.